amikor Módis professzor úr felkért, hogy tartsak előadást a Krompecker professzor úr emlékére rendezett ünnepi tudományos ülésen, sokáig gondolkoztam a címen, és ezt az elég hosszú címet sikerült neki odaadni, de aztán úgy éreztem, hogy ez még hiányos, és ami hiányzik benne, az a megszüntetve megőrzés. És az elkövetkező néhány percben arról szeretnék beszélni, hogy mindazok a kutatások, amiket a Krompecker professzor úr vezette intézetben szakkörös éveimmel együtt összesen 6 évig végezhettem, hogyan él túl ma is, és talán mondhatnám azt is, hogy egyre inkább virágzik egy idegtudományi, egy neurobiológiai munkacsoportban. Hát először is ugye a csont és a ideg szövet elég messze áll egymástól. Jól lehet, ha ezt a képet megnézzük, első ránézésre nem biztos, hogy meg tudjuk mondani, hogy itt csontsejtekről vagy idegsejtekről van szó. És ha megnézzük a másik két képet, az oszteocita kapszuláról és a perineuronális hálóról készültet, hát itt sem annyira nyilvánvaló a különbség, ami összeköti őket a proteoglikán, a Módis professzor úr által készített kémcsőkefe modell, ami mai napig is ott van a laboratóriumban őnála, és látjuk, hogy funkcionálisan is sok hasonlóság van a kettő között. Mind a két esetben a perineuronális hálónál és az oszteocita kapszulánál is fontos transport folyamatokról van szó. Hát a történet úgy kezdődött, hogy amikor Módis professzor úr hazaérkezett a svájci tanulmány útjáról, azt javasolta, addig a kallusz képződéssel foglalkoztam Földes professzor úr irányításával, azt javasolta, hogy nézzük már meg ezt a csontsejtek körül lévő vékony, nem mineralizált zónát, ami a nyúlványok körül is ott található, és akkor fogtunk egy nagy rajzlapot, amire az ő általa Svájcból hozott filztollak, kalakorit még nem is láttunk olyat, rajzoltunk egy csontsejtet, más értelmezés szerint ez egy primitív kerítésrajz, és ide beírogattuk azokat az irodalmi adatokat, amik akkor ismertek voltak, például, hogy mukopoliszaharidát tartalmaz, savanyú mukopoliszaharidát, meg neutrálist, ami paspozitív, és hát a transport folyamatokról is írogattak már, és az ő általa az intézetbe bevezetett és továbbfejlesztett topooptikai reakciókkal kiderült, hogy ez az oszteocita kapszula egy rendezett struktúrát takar. És hát folytattuk ezeket a munkálatokat különböző patológiás állapotú csontokon, meg protektív kezeléssel, kezelés után néztük meg, hogy mi történik ezzel az oszteocita kapszulával, és hát a szerző társam, aki aztán később az életben is társam lett és maradt, Telek Béla, majd mások is csatlakoztak hozzá, és itt most látom a Nemes professzor urat, ő volt az egyik bírálója, vagy ennek, vagy a másik három pályamunkának, a másik kettőt nem sikerült előkeríteni. Aztán folytatódott a dolog azzal, hogy néhány közlemény is született, itt már Ádány Róza is szerepel benne, Földes professzor úr is, és hát ennek a munkának nem lett tovább folytatása. Mert hogy következett a nagy ugrás, természetesen ez a Módis professzor úr rajza, amit akkor készített, amikor Székely professzor úr átvette az intézet irányítását, és a fiatalokat magához terelte, úgyhogy itt én egy csontsejten, amit körülvesz a kapszula, egy ideg sejtekből álló hálóba, ahol béka is van, ugrok bele az ismeretlenbe, és hát akkor úgy tűnt, hogy ennek az előző történetnek nem lesz folytatása. De aztán mégiscsak lett, igaz, hogy ebből megjelent közleményig jócskán eltelt az idő,
Székely professzor úr odaérkezte után, nem olyan nagyon sokkal, nem emlékszem pontosan a dátumra, elment egy kongresszusra, és mondta, hogy ott valami Matrixról volt szó, ami az idegrendszerben is előfordul, és mondta a Módis professzor úrnak, hogy nem kéne ezzel foglalkozni. Hát akkor neki és nekünk is sok más egyéb dolgunk volt, de aztán csak-csak valahogy kezdett a dolog alakulni, és ez az első közlemény, ami ebből megjelent. És hát kiderült, hogy nincsen új a nap alatt, mert hogy a meghatározása az osztaocita kapszulának és a perineuronális hálónak nagyon hasonlít egymáshoz, és a dátumokat, ha megnézzük, amikor Virchow leírta az osztaocita kapszulát, illetve később Golgi a perineuronális hálót, hát ők már tettek alapvető és később igazolt felismeréseket. Jól lehet, Golginak a felismerését nagyon sokáig műterméknek tartották, egészen valamikor a 70-es évek elején kezdett aztán a dolog feléledni, hogy ez mégsem műtermék, és hát itt látunk három nagyon szép felvételt arról, hogy az extracelluláris mátrix kondenzált formában hogyan fordul elő az idegsejtek körül, a dendritek körül, és ami nyillal meg van jelölve, ez a szinapszisnak a helye, amit körülvesznek ezek a molekulák, és néhány közülük benyúlik a szinapszisba is. És itt egy nem túlságosan régi review cikkből készült ábrát vettem, ahol mindezeket a molekulákat felsorolják, amik a perineuronális hálóban jelen vannak, és hát ezek közül itt az agrekán ma is említésre került, meg a hialuronsav is, ezek megtalálhatók a perineuronális hálóban. De aztán kiderült, hogy nem csak ez az egyetlen megjelenési formája az extracelluláris mátrixnak az idegrendszerben, hanem más egyéb kondenzált formák is előfordulnak, úgynevezett periaxonális hüvely, ami a szinapszisokat stabilizálja, azután a Ranvier befűződések körül van egy speciális forma az axon iniciális szegmentum körül, és nagyon sok előfordul diffúzan az extracelluláris térben, ami meglepően nagy az idegrendszerben, nem is gondolnánk, hogy ez a néhány 10 nanométeres terület, ami a két profil között található, ez az egész központi idegrendszernek 20, mások szerint 40%-át teszik ki. Azután sok-sok minden kiderült, hogy milyen funkciója van az extracelluláris mátrixnak a központi idegrendszerben. Ez nem a teljes lista, egyre újabbak kerülnek elő, és hát ezek közül, ami a mi figyelmünket felkeltette, az a neuronális plaszticitásban és a regenerációban való részvétel. Ehhez egy modellt próbáltunk keresni, és mindazok a kutatások, amit itt az intervallumban végeztünk, amikor nem foglalkoztunk már a kapszulával és még a mátrixszal, az agytörzs volt, és az agytörzsön belül is az egyensúlyozó rendszer volt az egyik, amit tanulmányoztunk, ami hát biztosítja azt, hogy a különböző testtartás során megőrizzük a testhelyzetet a gravitációval szemben, egy egyszerű mozdulatnál is, és mindezeket különböző bemenetek fogják közvetíteni a központi idegrendszerbe, ahol a vesztibuláris magok integrálják ezeket a jeleket, és elküldik a kimenetet a különböző motoneuronokhoz. Igen ám, de előfordul, hogy ez a rendszer valami oknál fogva megbomlik, és különböző tünetek alakulnak ki, amik közül vannak olyanok, amik nyugalomban is jelentkeznek, vannak olyanok, amik mozgásra alakulnak ki, de minden esetre nagyon kellemetlenek, és hát néhány dolgot látunk itt, amelyek elvezetnek ilyen tünetekhez. De az is ismert, hogy ezek a tünetek
hosszabb, rövidebb idő alatt spontán kompenzálódnak. Tehát anélkül, hogy a beteggel, mert humán vonatkozásban is azért elég sokszor előfordul, hogy a beteggel bármit csinálnának, legfeljebb egy kis vitamint adnak neki, ezek a tünetek legalábbis nagy része visszaáll az eredeti állapotra, tehát egy spontán kompenzáció alakul ki, aminek a hátterében nagyon sok minden feltételeznek, és arra gondoltunk, hogy az extracelluláris mátrix, aminek a plaszticitásban, regenerációban van szerepe, lehet, hogy itt valamilyen különleges összetétellel vagy szerkezettel rendelkezik, és ez lehet az egyik ok. Elkezdtünk két modell állaton dolgozni, amin léziót hoztunk létre a vesztibuláris rendszerbe. A béka, amit azért választottunk, mert itt, hogyha a periférián megsérül az egyensúlyozó ideg, és összeillesztik a két végét, akkor regeneráció történik. Hát ez már nem spontán olyan értelemben, hogy összeillesztjük a végét, de ez emlősöknél nem következik be. Ott nincs regeneráció, ennek ellenére az emlősöknél és az embernél is bekövetkezik a tünetek kompenzációja. Hogy ebben a két típusban mi lehet az oka annak, hogy van regeneráció, illetve nincsen, úgy gondoltuk, hogy különbség van az extracelluláris mátrix összetételében, és azt találtuk, amikor a béka magrendszerét megvizsgáltuk, hogy csak hialuronsav van a perineuronális hálóban, amiről leírták, hogy ez egy permisszív, tehát serkentő a plasztikusra, ugyanakkor a gátlónak leírt kondroitinszulfát proteoglikánok nem voltak jelen. Ezzel szemben, ha megnéztük patkányban az extracelluláris mátrix összetételét, akkor azt találtuk, hogy a kondroitinszulfát proteoglikán molekulák, annak a különböző fajtái jelen vannak a perineuronális hálóban. Igen ám, ha jelen vannak, akkor mégis hogy következik majd be a kompenzáció? És erre megint csak modellkísérletet folytattuk, és az egyensúlyozó receptorok eltávolítása után megnéztük, hogy mi történik a hialuronsavval, illetve a patkányban a kondroitinszulfát proteoglikánnal is, és egyáltalán a perineuronális hálóval. Azt találtuk, hogy a háló, ami normális körül, tehát kontrollállatban így nézett ki, az felbomlik, a benne lévő hialuronsav itt békában lecsökken a szintje, majd egy idő után, és akkor, amikor a tünetek kezdenek helyreállni, akkor a háló intenzitása és struktúrája helyreáll. És ugyanezt tapasztaltuk a patkány esetében is, és ott nem csak a hialuronsav volt, ami átmenetileg eltűnt, hanem a kondroitinszulfát proteoglikán is. És ez arra utal, amit sok más kísérletben igazoltak, hogy a non-permisszív, tehát a gátló hatású molekula megengedi azt, hogy a különböző kompenzációs mechanizmusok életbe lépjenek, és amikorra már eltűnnek a tünetek, vagy azoknak egy része, akkor helyreáll a perineuronális mátrix. Ezekből a kísérletekből több következtetést levontunk, és az volt az egyik, hogy az extracelluláris mátrix összetétele magyarázhatja azt, hogy miért van regeneráció a patkányban, a békában, és miért nincs a patkányban, és amikor megváltozik a mátrix összetétele, az a megváltozott összetétel megengedi majd azt, hogy helyreálljon a szinaptikus kapcsolat, és itt az ábra azt mutatja, hogy az egyes vesztibuláris magoknak különböző a működése, itt más-más összetételű ECM molekulát találtunk, és a mátrixról ma már
leírják, hogy a szinapszisnak a negyedik komponense a két klasszikusan ismert mellett a gliasejt és az extracelluláris mátrix, ami különböző jelátviteli folyamatokban vesz részt, és ezáltal a normál körülmények között is, valamint a regenerációban, plaszticitásban, de nagyon sok más folyamatban, tumorgenezisben, metasztázis képzésben, különböző patológiás állapotokban is befolyásolja az idegsejtek működését. És hát ez a csoport, akinek szeretnék köszönetet mondani, egyre terebélyesebb, akik itt vannak feltüntetve, jelenleg is itt dolgoznak a csoportban, Módis professzor úr, mint tiszteletbeli csoporttag, itt TDK-sok is, akik korábban dolgoztak velünk, és itt vannak, akiktől a támogatást kaptuk. És végezetül itt néhány régi fénykép akadt a kezembe. Ezen Krompeker professzor úr gratulál nekem az orvosavatás alkalmával, és mikor adtam neki egy képet, megkérdezte, hogy mond, látta ezt a férjed? Hát igen. Ez a három fénykép a professzor úrnak a 75. születésnapján készült a könyvtárunkban, és ezzel a virágcsokorral köszöntöttem a 70 éves születésnapján. Én voltam akkor a legfiatalabb, és szívesen adnék neki most is egy virágcsokrot, és remélem, hogy hallgatta az előadást ott fent, és valószínűleg választ kapott volna arra a kérdésre, amit mindig feltett, amikor bejött a laboratóriumba, és ott dolgoztunk, ültünk a mikroszkópnál. Tudsz valami szépet mutatni? És szerencsére mindig tudtunk. Remélem, hogy ez az előadás is elnyerte volna a tetszését. Köszönöm a figyelmet!